Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Tisztelettel köszöntöm stúdió vendégünket, Finnali Gábort. Gábor, te már voltál vendégünk, a Hunyadi téri BZH-nak, budapesti zsidó hitközségnek a rabbija vagy. Igen. Ott egy nagyon szép zsinagógát vezetsz. Kintről, a Hunyadi térről ez nem is látszik, hiszen egy belső udvarban szépen intímen elrejtve a kutakodó szemek elől, de mégis azért már hosszú-hosszú ideje, ott legalább 100 éve van már zsinagóga. 125. 125 éve. Együtt épült a házzal. Együtt épült. Igen. Milyen kihívás ma egy rabbinak lenni? Úgyhogy hát van a 20. századi, 21. századi nagy kihívás, a szekularizáció, a materializmus, ez általános, és utána pedig vannak egyéb kihívások, amiket esetleg a sors hoz, és szomorú események, tömegesen szomorú események, a 20. század borzalmai, ami esetleg a hitet lecsökkentik, vagy lehűtik, illetve alternatív, a modernizmus alternatív, a tragédiákkal együtt persze, alternatív identitásokat is képez, amiben háttérbe szorul a régi megszokott, bevett identitás, így a vallásosság vagy a zsinagógába járás, és akkor ezekben az esetekben hátsó ülésre kerül a hit és annak a szabályai, vagy annak a világa, és kicsit olyanná változhat néhány esetben, vagy sokak fejében a zsinagógai élet, vagy a zsinagógák világa, mint mondjuk egy skanzen. Szóval megvan ez a veszélye. Ez egy nagy kihívás. A modernizmus és a szörnyű események és az alternatív önképek és identitások, amik kialakulnak a zsidóságon belül. Ha én keresztény létemre ezt a szót kiejtem, hogy zsinagóga, akkor számomra mindig egy olyan becsületes, tisztességes tradíció jut az eszembe. Uh-huh. Egy olyan hagyománytisztelet, amely egyrészt ugye a Tórán alapul, másrészt a zsidóság identitásán, önismeretén alapul. Lehet, hogy én ezt egészen másképpen látom, mert én kívülről látom, te meg belülről látod mindennapjaiban. Igen. Mennyiben osztod a véleményemet ebben? Nyilvánvaló, nem egy átlagemberként gondolod ezt, hanem lelkészként, aki sokat forgatja a Bibliát és az Új Szövetséget is, és akkor ezáltal nyilvánvaló ott egy kontrasztba kerül egy új közösség a régi tradicionális közösséggel, de alapvetően a zsinagoga is egy forradalomnak a része volt, hiszen a Mefarsim, a szövegmagyarázók, a Tóra magyarázók, a farizeus osztály, akiknek a rabbik leszármazottai, ők is a perzsa korszak és a hellén korszaknak a szülöttei. Előtte bár voltak fének, vagy voltak Biblia alapján látunk hasonló kifejezéseket azokra, akik a proféták, királyok, bírák mellett léteznek, mint városi előjárók és a tradicionális továbbvivője, de egy homályos kép, és ez csak egy ilyen hivatkozás alap a későbbi rabbinikus osztályra, amelyik ugye végül is megörökölte, és mivel volt zsinagógája, ezért át tudta menteni a zsidóságot a középkorra, vagy a középkoron át a mai napra, de hogy ez maga a zsinagógák forradalma is egy forradalom volt, egy pótlásból született, hiszen amikor az első szentély elpusztult, akkor mindenfajta alternatív meggondolások születtek, amik már amikor visszaépült a második szentély, már nem szültek meg, hanem tovább fejlődtek. És ez a zsinagógák világa, de ez tényleg csak a perzsa hellén korszaknak a sajátja. Úgyhogy bár egyrészt tradicionális és nagyon is félti a hatalmát a vitákban a görög iratoknak a alapjain, de alapvetően ő maga is egy 3-4 évre tekint csak akkor vissza. Ha a nézők közül valaki kedvet kap, hogy eljöjjön hozzád a zsinagógába, ezt megteheti. Persze. Nagyon sokszor az emberek félnek, és sokszor a diákjaimnak azt mondom, hogy akkor fogjátok az Ószövetségi fél évet jóváírni, ha hoztok nekem egy rabbitól, hogy egy este ott voltatok, vagy egy nap. Uh-huh. És kötelező, hogy a diákjaim elmenjenek, ahol laknak, keressék meg a legközelebbit, hozzanak egy igazolást, hogy igenis részt vettem. Valamit lássunk abból. Uh-huh. Szóval én azt hiszem, hogy zsinagóga az mindenféleképpen
egy óriási hatással van a keresztény templomokra, imaházakra, gyülekezetekre, a fejlődés vonatkozásában. Teljes mértékben így látom én is. Mindannyian örökösei vagyunk a jeruzsálemi templomnak, ezért ugye nyilvánvaló a, nálunk a szentek szentje, ugye a szentének, a jeruzsálemi szentének a legbelső világa. Kódes. Igen, kódes a kódes im, az nálunk a fritzekrény, nálunk nincsen oltár pótolva, viszont van tórolvasó asztal, ahol viszont a szentek szentjében tartott tórát olvassuk fel, ugye onnan vesszük ki, de az az asztal is úgy néz ki, mint, vagy hasonlít, mint egy keresztény templomban az oltár. De persze a templomokban sok esetben, főleg a tradicionálisabb régebbi közösségekben, katolikus és ortodox, ott meg megvannak az olyan aspektusai a templomnak, jeruzsálemi templomnak, amelyik nálunk nincsen meg, a füstölő, vagy akár a papságnak az elválasztott, klérusnak az elválasztott területe, igen. Vagy például azt az ortodox templomban, ugye azt, hogy ortodox templomokban, pravoszláv, görög ortodox templomokban nem lehet leülni, nincsenek székek. És ez tipikusan a templomban se lehetett leülni, ugye, mert fél, hogyha valami leül, akkor el is alszik, és nem szabad elaludni. Uh-huh. Úgyhogy nagyon érdekes hasonlóságok vannak, de a protestáns imaterek, legyen az ugye baptista, református vagy adventista, abból a szempontból hasonlít jobban a zsinagógára, hogy nem gondol arra, hogy ez a templomot az áldozat bemutatás szintjén utánozná. Nekünk zsinagóga is úgy működik, mint egy mentőcsónak, és nem akar áldozat bemutatni, nem csak emléket ápol, és tartja fönn a tudást, és várja a szentélyt vissza. De hogy nem akar szentély lenni ebből a szempontból, igen, hanem csak egy ilyen gyülekezetház, a szinagógé ugyanazt jelenti, mint héberül tükörfordítás, mint a Beit HaKnesset, a gyülekezésnek a találkozás háza. Igen, igen. Így van. A zsidóság rendkívül értékeli a Tórát. Ezért minden héten a Tórának egy-egy szakaszát, az úgynevezett heti szakaszt ti tanulmányozzátok, felolvassátok, igen, prédikátok róla. Most én ezt protestánsan mondom, hogy persze, prédikátok, de hát ez prédikációnak nevezhetjük. Neológként én elve a zsidóságon belül ugye protestánsan számítunk. Igen, de igen. Szóval ez miért oly fontos a zsidóság számára, a Tórának a rendszeres olvasása? Bármelyik értelmezési rendszert, bármelyik iskolát vesszük, a Tóra az alkotmány. Uh-huh. Azon belül persze nyilvánvalóan lehetne úgy mondani, hogy azon belül is a 10 mondás, vagy a 10 parancsolat, az alkotmány, és akkor annak kifejtése a Tóra, és minden más, csak annak a kifejtése magyarázata, így a proféták, így a szentiratok, így a Talmud, minden csak annak az egynek a kifejtése, és mivel azt vette át Mózes a Szinai hegyen, és ugye a későbbi proféták csak Mózesra hivatkozhatnak, és olyanok lehetnek, mint Mózes, és csak a tanhoz rángathatják vissza az embereket, ami azt jelenti, hogy az az alapja mindenek. Hogyha elveszne az összes könyve a Bibliának és a Talmudnak, akkor is lehetne újra pótolni a zsidóságot, mert a Tóra az alapja, Mózes öt könyve. Szóval, mert minden proféta azon áll, hogy bukik, hogy igaz vagy hamis proféta, hogy olyan-e, mint Mózes. Vagy szóval nem olyan-e, hanem azt mondja-e, amit Mózes mond. Ugye ezt a Deuteronomiumban le is mérve, hogy ha jön egy ember, aki azt mondja magáról, hogy proféta, akkor meg kell hallgatni, és le kell mérni a Tórán, hogy igazat mond-e. Mondott-e vagy nem. Igen. Így van. Ha jól tudom, 54 részre osztottátok föl a Tórát, és akkor minden, most tudjuk, hogy 52 hétből áll, de más a polgári és más a vallásos időszámítás, igen, tehát most erre ne térjünk ki, és ezek körülbelül egyenlő, hosszú szakaszokat jelentenek megközelítőleg? Megközelítőleg, de vannak ugye olyan, ugye a szökő év az nem úgy néz ki, hogy plusz egy nap, hanem plusz egy hónap. Hónap. Igen, és akkor utána ez emiatt így sok minden... Szökőhónap. Szökőhónap, de emiatt ugye az plusz 3 hét így betódul. Úgyhogy az úgy néz ki a dolog, hogy bár egyenlő hosszúságúak, nagyjából értelmes részeknél akarták, igen, elvágni a rabbik. Zárjában ez a rendszer és ez a felosztás csak 1700 vagy 1600 éves, mert előtte 3 év alatt olvasták ki a Mózes könyvét, most azóta 1700 éve, vagy 1600 éve, ez lerövidült egy évre. Évente. Azóta van ez a megszokott heti szakaszok, amiket te is és én is jól ismerünk, mert minden biblia így van beosztva, a héber bibliák így vannak beosztva, hogy azok úgy
jelezve vannak felül, hogy melyik heti szakasz, vagy van, amikor össze vannak vonva heti szakaszok, szóval vannak tipikus párok, amelyeket összerakunk, amikor olyan év van, hogy azokat nem összerakhatók, igen. Ezt bizonyos hagyomány alapján teszitek össze, ezt megteheti egy rabbi, vagy általában... Nem, az a naptárban, ez fix naptárban van, igen. És akkor azt össze kell rakni, úgymond. Igen, és az annyira fix, hogy hallottam, hogy akármerre indul az ember a zsidó világba, Mindenütt ugyanaz lesz, szemben, ellenben a prófétai szakaszsal, mert van egy prófétai szakasz is, amit igen. Utána hozzáolvasunk, ez a haftará, ez ugyanabból az kifejezésből van, amiben a magyar szlengben van a kipaterol, elpaterol, a patár, fatár, ez azt jelenti, hogy befejezni. Szóval igen. A befejező olvasmány a prófétáktól, ez ugye akkor keletkezett, amikor egy időben betiltották a tórát, és akkor volt helyette más olvasmány, rómaiak idején. Az viszont más szokott lenni. Ez tipikusan a keleti zsidóknál, a muszlim földekről származó zsidóknál, Marokkótól Afganisztánig egy valamit olvasnak, külön a jemeniek olvasnak valami mást, néha sok esetben, és akkor az áskenázok, ez azt jelenti, hogy a keresztény Európa, vagy a azt is mondhatnám, hogy így, hogy a pireneusok, azért, mert a mediterrán nem. Pireneusok, Róma és a Balkán fölötti zsidóság. Szóval igen. Így ez az európai keresztény világ, amit a zsidóság áskenáznak hív. A zsidóság, én azért jó néhányszor elmegyek, többször voltam a te zsinagógádban is, és mindig nagyon jól érzem magam. Nagyon sokat imádkoznak, ami nálam pozitív, tehát ez nehogy hogy hosszú az ima, azt mondod? Nem, hogy sok és jó, tehát ezek jó. Tehát a zsidóságot, ezek a hosszú imádságok, vagy sok imádságok, azok mindig jellemezték, vagy ugye van egy hosszú imakönyv, és abból bizonyos szakaszokat át kell venni, ami rendjén is van, semmi probléma, de ez a keresztényeknél egy nagyon rövid töredéke csupán. Tehát itt is tanulhatunk mi keresztények a zsidóságtól az imákra vonatkozólag. Tehát ez pozitívan érts, ne kritikusan. Pozitívan értem, főleg a teszádból, de azt tudni kell, hogy sok esetben, nekem van egy olyan sajnagyanum, hogy ma az, ami régen megmentett és mentő volt, az lehet, hogy pont ma egy balaszt. Egy balaszt, az kicsit olyan, mint tényleg egy ejtőernyő megmenti az embert a zuhanás közben, de utána azzal futni a földön már nehéz. Igen. Minden igen. Beleakad. Szóval én nem tudom, hogy a lerövidített vagy lecsökkent figyelemképesség és összpontosításra ebbe a korba kifizetődő a több órás ima. Uh-huh. Vagy pedig az ember pont a bemelegítésnél úgymond 20 perc, 30 perc után elfárad, és amikor a lényeghez ír az ember, akkor nem figyel. És hogy a Talmud lapjain, vagy azt jelenti, hogy 1500-1700 évvel ezelőtt, azt látjuk, amikor kialakul ez a nagyobb, ez a mai liturgikus rend, hiszen korábban más volt, spontán volt állatáldozat is kultusz a templomba, és azt kiegészítették a zsinagógák, ahol nem volt annyira sok ima. Szóval a lényeg az, hogy a 18 áldás, ugye a gerince az imakönyvnek, az az ima, az a közepén van, és minden más csak, mint a Sinai hegyre fölvezet, aztán pedig levezet onnan. Uh-huh. Szóval, és láthatja az ember a források kutatása közben, hogy hogyan csapódott hozzá még egy kis zsoltárit, még egy kis olvasmányot, de alapvetően, ha a lényegre összpontosítunk, amit a Talmud elrendel, akkor ha az ember tisztességesen lassan ízlelve a szavakat mondja el, és nem elhadarja, ahogy sokszor emiatt a hosszúság miatt megtörténik, akkor ha nagyon nyújtja, akkor is, akkor is nem több, mint 20 perc, vagy 15 perc lenne az uh-huh. meghajlásokkal és minden mással együtt, de el lehet mondani 5-6 perc alatt is, még szintén tisztességesen érthető lassúsággal, és minden más ugye az hozzá csapódott később. A struktúrája úgy néz ki, nap háromszor van ima, napkeltekor és napnyugta előtt, szóval napkelte után picivel, és napnyugta előtt picivel, még világosban, ekkor volt ugye áldozási idő a szentélyben, ezt kell nagyon leutánozni, és akkor van még egy éjszaka, amit egész éjszaka el lehet mondani. Három állóimádság van, három ilyen 18 áldás van, amit állva kell elmondani vigyázálásban Jeruzsálem felé, de a reggelinél és az estinél még elmondják előtte a Sma Iszraelt, a Hajad Izraelt. Ez kicsit olyan, hogy ugye a Tórát idézzük, hogy mi hallgatjuk Istent, és aztán mi beszélünk ő hozzá. Igen. De hogy három ima van csak, és akkor most
amit most elmondtunk, hogy ez a 18 áldás, meg a Smá Iszrael, meg az ő áldásai, ez összesen mondjuk így 20 oldal. Viszont a reggelim az 20 oldal helyett 90. És ezek a toldalékok, amik hozzácsapódtak. Kell, hogy... Igen, mert ember munkájára, stb. És akkor emiatt én néha nézem az embereket, nézem magamat, nézem a mai világot, hogyha reggel valaki odajön a munka előtt 6-ra, 7-re, és akkor végezni kell 50-60 perc alatt, hogy még be is érjen a munkahelyére. Szóval, és tudom, és látom, hogy 1700-1800 évvel ezelőtt nem mondták el azt a 30 oldalt, amit most elmondunk. Uh-huh. Elvileg nálunk sokkal nagyobb emberek. Igen. Hogy esetleg kárát szenvedi a lényeg, mert az egészhez ragaszkodik, ami mondjuk 1700-ban megfelelt. Amikor nagyon érdekes, hogy a vastag imakönyvek, és azért vastag imakönyvek, mert amikor elkezdték nyomtatni az imakönyveket a 16-17. Században, akkor a nyomdászok úgy akarták ki az imakönyveket, hogy mindenkinek eleget tegyenek. Az összes verzió kvázi benne van, és akkor ezért attól lesz ilyen barokkosan hosszú, és nem véletlenül a barokk korban született meg ez a nyomtatott imakönyv, úgyhogy sok kételyem van, illetve fenntartásom van ezzel kapcsolatosan, de valóban igaz, szépek a zsidó imák, nagyon is biblikus, és nagyon is zsoltár alapú, viszont sok esetben kontraproduktív, mert maga ellen hat. Tényleg olyan, mint hogy az emberek milyen az ízlése, hogy most valaki az bútor szereti, vagy a barokk bútorokat, de hogy így a letisztultság, más a korigény szerintem most, mint ami volt 300-400 évvel ezelőtt. Egy más téma. Egyre többet lehet hallani a harmadik templomról. Uh-huh. A 2000-es években bizonyos alapköveket konzervatív zsidó csoportok Jeruzsálem környékén kamionokkal végigvitték, uh-huh. hogy na ezek lesznek majd a harmadik templomnak az alapköve. Uh-huh. Nyilván itt zsidóságon belül is különböző irányzatokról beszélhetünk, mint egy neológ rabbi. Te látod ennek a megvalósulásának a lehetőségét? Vagy inkább ez egy politikai, valláspolitikai felhívás csupán? Azoknak, akik csinálják ezt, akár keresik a vörös tehenet a világon mindenfelé, vagy létrehozták gyorsan már... erről mondjuk egy szót, mert én tudom, hogy mit jelent, de a nézők valószínűleg ezt nem fogják érteni, most miről van szó. Egy mondatban fejtsd ki. Egy mondatban kifejtem, vörös tehén, egy vörös szőrű, hibátlan munkát még sose végzett kis tehénnek az elégetett pora. Hamva, igen. Nek a bizonyos koktélba való összekeverése és a hintése kell ahhoz, hogy valaki a halálúti tisztátalanságot megtisztuljon, és beléphessen a szentélybe, mert a szentélyhez nem kapcsolódhat halál. És ebből elvileg csak 9-10 darab volt a Földön, idáig, és akkor most a megváltás, megváltott világhoz, vagy a szentélyhez kéne még, és akkor van, akik ezt a hagyomány felemlegetve és ragaszkodva ehhez, keresik a Ausztráliától Texasig mindenhol a vörös teheneket. Mindig befut ilyen hír a Facebookon, meg már lehet látni, mert megtalálták, aztán még sincs semmi. Vagy csak lehet, hogy tartogatják, nem tudom. Aztán megcsinálták az edényeket, meg mindent abból az aranyfajtából, meg abból a drágakőből, ami kell, szóval elvileg a nagy főpap ruházattól kezdve a gyertyatartóig minden, az aranyasztalokig minden le van gyártva és el van készítve, és akkor vannak ezek a ilyen akciók a kövekkel való körülmetellel, most ez a kövekkel való körbehordás, ez meg emlékeztet kicsit ilyen Józsué Jerikós akciójára. Őket nem kétlem, hogy akik ott csinálják ezt, azok hisznek ebben. Nagyon vallásos, ugyanolyan vallásos emberek hiszik azt, hogy nem ezen múlik, és az égből fog leszállni a harmadik szentély. Ezért lesz más, mint az első kettő, hogy nem emberkéz építi fel. Vannak olyan emberek, akik gyorsan azt mondják, mondom, hogy a Jelenések könyvében is a keresztényeknek egy nagy része erre hivatkozik, mert János apostol ezt írja a Jelenések könyvében, hogy majd az égből fog leszállani, zárójel bezárva. Ez egy élő zsidó hagyomány volt az, és ugye ez a kicsi zsidó csoport, akit keresztények hívunk most, azok is ezen a vélemény voltak. De aztán mások meg volnak, főleg modernebb emberek, hogy
hogy ez az egész szentély téma, ez másképp fog megtörténni, mint ahogy esetleg ott le van írva, mert ugye több verzió van erre, egy dolgot ír a Talmud, egy dolgot írnak mások, de például teljesen másfajta szentély van Ezékielnél, ahol egy mondani, fél országot elfoglalja. Szóval a furcsa az, hogy mindenki kőtemplomról beszél, mindeközben magában a Tórában, ami ugye megfelelbezhetetlen tekintély, ott egy sátor szentély van, és ott a könyvnek az egy hatodát elveszi az, hogy csak azt leírja. És ugye mit senki nem arra gondol, amit mozgatható, meg szétszedhető, összerakható, mindenki egy kövre gondol, és minél nagyobbra és nagyobbra. Szóval ebben is van egy furcsa hozzáállása. A sátorból lett a templom. Igen. Tehát a minta az a sátor volt, persze, templom készítésnél. Persze, de akár visszamennénk a sátor is, nem lenne nagy gond. Igen. De hogyha időkülön a sátor is azért készült, mert volt az aranyborjú. Így van. Hogyha nem lett volna az aranyborjú, nem lett volna a sátor. Mert akkor, ja, és akkor nem lett volna kohéni papság sem, szóval nem lett volna áronházi papság sem, hanem akkor minden elsőszület lett volna a pap. Uh-huh. De minden elsőszület csak azért lett kiválasztva, mert a fáraó nem engedte a zsidókat, vagy a hébereket a tizedik csapásig, amikor az elsőszületek meghaltak. Ha elengedte volna őket a hetedik vagy nyolcadik csapás után, akkor az elsőszületek sem lettek volna kiválasztva. Igen. Szóval, hogyha visszafejtjük, ha van egy ilyen óriási revízió, akkor nem biztos, hogy egyáltalán ez mindnek kell lenni a megváltott világban. De amit előbb mondtál felvezetésképpen erre a történetre, hogy konzervatív emberek ezt csinálják, nem konzervatívnak hívom ezeket, hanem fanatikusnak, uh-huh. Akik különben mellesleg és sok jobboldali politikus támogatja őket, mondom, ők bennük az ő indítatásukban nem kételkedem, de azok, akik támogatják őket, egy másik agendával állnak mögöttük, azon kívül izraeli zsidó politikuson kívül egy óriási amerikai, főleg Amerikából származó keresztény, cionista lobbiál ezek mögött, és adnak erre pénzt, amik szintén bennük nem érzem a kiegyensúlyt. Az őszintességet. A cégek nyilván mások, hiszen parúziát várnak, és ott abban a parúziában, amit ők elképzelnek, a zsidóságnak egy egészen furcsa, félelmetes, vagy nagyon nem kiegyensúlyt, számomra nem igazán szeretett helye van, de a gond ezzel az egésszel az, hogy mindeközben ez a föld egyik legpuskaporosabb hordójában játszak. Feszültség közepette történik mindez, úgyhogy aki az emberéletet tiszteli és szereti, az ilyenkor mindig be kell kalkulálni azt, hogy százak, hanem ezrek, vagy tízezrek, vagy százezrek életével játszik. Mert ez az egész bohockodás egy ufával a lőporos hordó mellett történik. Zsinagóga fiatalság. Zsinagógádban a pandémiás helyzet környékén, ugye, tehát napjainkról beszélünk. Fiatalság mennyire maradt meg? Hogy érzel-e változást? Persze. Ugye háromfajta változás, óriási csökkenést lehet érezni minden zsinagógában, láthatóság szintjén. Idősebb generáció természetesen fél a járványtól, inkább távol marad. Minden van egyszerre. Rosszabbul élnek az emberek, többet dolgoznak, hozzászoktak az internetes kapcsolattartáshoz, leszoktak a járásról sok esetben. Nincsen beoltva, be van oltva, de így sem mer eljönni. Nem hisz a pandémiában, nem hisz az oltásban, szóval mindenfajta verzió van. Minden verzió van. A lényeg az, hogy ez így összeadódik azzá, hogy fel annyian vagyunk, mint COVID előtt. Persze virtuálisan, stb. Meg a levlistán van élet és van válasz, csak nem tudja meg, nem engedi meg magának, vagy hátrébb sorolódott az életében az, hogy péntek este még eljöjjön, és fölvegye a szép ruháját, és ott legyen a zsinagógában. Szóval ez volt valamifajta ilyen Én ismerik zuhannás. Egy Finali Gábort, aki fantasztikus zenész és énekes. Ez a műfaj mióta kíséri a te mindennapjaidat, és mit jelent számodra ez a zene? Én nem is tudom megfogalmazni ezt a zenét, mert nem akarom azt mondani, hogy rockzene, de valami vallásos rockzene, vagy valami kemény, nem tudom, tehát keresem a szavakat, majd te megfogalmazod. Hát én úgy gondolom, hogy a beat forradalom után, vagy a
a 40-es, 50-es, 60-as évek zenei forradalma után, akár szemezik a jazztől is, teljesen más az igény az embereknek szemben a 19. századi operák világával, klasszikus hangzás világával, és hogy ezt minden ki, aki vallással foglalkozik, jól teszi, ha ezt beemeli, ezt a fajta hatást a zenei változások, vagy zenei világ változásait figyelembe véve az újfajta módival színezi meg, fűszerezi meg az üzenetét, olajozza meg az üzenetét, és akkor ezért volt az, hogy igen, láttad, volt több zenekarom, vagy most mégis a harmadikat fogyasztom. Vagy ők fogyasztanak téged? Vagy ők fogyasztak engem. Nevünk ugye Ábrahám fiai, és a lényeg az ugyanazt, amikor a nagy rockzenekar, amit te láttál, a Beinheim, a tengerek közötti zenekar, ők is ugye zsoltárokat, imákat vittünk színpadra olyan hangzással, ami azt gondolom, hogy fogyasztható a 20. 21. századi embereinek, de mindenkinek, aki bitkorszak után született, szóval nem a Y generációra gondolok itt, hanem még sokkal korábbi generációkra. Igen. Is, szóval mindenki által fogyasztható, és utána persze most volt változás, hogy egy kicsit úgy összezsugorodott a zenekar, mert túl nagy volt és eladhatatlan volt, túl sokan voltunk és túl extra volt, és ezért most ezt átváltottam inkább ilyen unplugged-os, mondjuk azt, hogy kocsmai, de hogy ilyen tangóharmonika és dobozgitár verzióra, mert hogy ez olyan befogadható, és talán aki a túl hangos zenéttől megijed, mert így igen. Rock, vad, az tudja fogadni. Igen. És, de minden csak arról szól, hogy apropót találják arra, hogy Tóra, Isten, és hogy akkor ezt a zenén keresztül visszük az emberekhez. Finali Gábor, Rabbi úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Elköszönünk a kedves nézőktől, önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, Isten áldjon önöket!